Hát sziasztok! Arra gondoltam, hogy vlogolok egy kicsit nektek a hétvégén, mert mostanában valahogy ezekből a vlogokból egyre kevesebb van. Úgyhogy, mivel egy kicsit ki is rittyentettem magam, ma még hajat mosni is volt időm, mert hogy itthon voltam a ninivel, oltáson voltunk, és képzeljétek el, hogy azt, hogy egy kicsit felöltöztem, úgymond a, hogy szoktam mondani, ezt a ruhát szülői értekezletes ruhámba, ennek az az ok, hogy képzeljétek el, hogy megyünk a bölcsis csajokkal egyet pizzázni este, meg egy kicsit pletyizni úgy a munkakörön túl, és ennek nagyon örülök, mert hogy tényleg ez is azt jelképezi sok év után, meg sok év vállalkozás, és úgymond egyedüli munka, vagy hát a férjemmel közös munka után, hogy van kivel kimenni, van kivel egy kicsit így közösen témázni, ugye a munkahelyünk terén. Úgyhogy nagyon örülök, hogy így itt lehetek. Szóval ma beülünk egy pizzára, aztán meglátjuk még, hogy mit hoz az este. A két kisebb gyerkőcöm, Big News itt nézett az előbb, csak közben esznek. Úgyhogy amíg esznek, addig nálunk szigorúan tilos a mesenézés. És úgyhogy addig megállítottam, ezért fel tudom venni ezt a pár mondatot nektek. A nagyfiam pedig edzésem van, ment érte az apukája, tessék. Tilos, tilos evés, közben nézi mesét. Na, szóval őt hazahoz a Zoli, aztán utána lelépek én, aztán meglátjuk. Lájtos hétvégének nézünk elébe, az egy, amit szeretnék nagyon egy pillanat, jó? Megcsinálni, az az autómat szeretném megmosni. Tessék. Azt kell megmondani, hogy a tilos az azt jelenti, hogy nem szabad nézni. Igen, a tilos ez azt jelenti. Szóval szeretném megmosni az autómat, mert hogy már nagyon-nagyon ramaty állapotban van. Ki kell porszívózni, illetve hát szombaton tanulni fogunk a gyerekekkel, aztán remélem, hogy jó idő lesz, és ki tudunk menni valahova. Vasárnap délelőtt templomba megyünk, de hogy nincs úgy tervezve semmi, úgyhogy laza hétvégét terveztünk, és hogyha van kedvetek, akkor tartsatok velünk. Jaj, és lányok, ez lesz a ma esti harisnya zokni kombó, jó? Meg a szétfagyok szett is. Hát nem tudom, miért hittem, hogy itt pénteken este fél hétkor pofon egyszerű lesz parkolót találni, mert 10 percet keringtem. Úgyhogy tettem két kört, mire találtam egy szabad parkolót. Én még más dimenzióban élek, én azt hittem, hogy hétköznap sokkal nehezebb munkaidőbe parkolót találni, de tévedtem. Lányok, az a helyzet, hogy most már 3:40 van, és itthon vagyok igazából. Jóval korábban hazajött, jóval korábban, olyan 9 óra körül hazajöttünk, nagyon jót beszélgettünk a csajokkal, ettünk egy pizzát, úgyhogy jól éreztük magunkat, én pedig nekiálltam videót vágni, illetve kicsit piros az arcom, mert hogy megmosakodtam, lemostam a sminket, és egy kicsit kinyomkodtam a pattanásaimat. Úgyhogy most bekuckoztam ide a laptop elé, és megvágtam nektek a nagybevásárlós videót, amit szerintem ez a videó előtt már láttatok. Úgyhogy mára el is köszönök, lassan megyek én is aludni, a gyerekek már régen alszanak apukájukkal, el voltak délután, vagyis hát este, mert hogy igazából fél hétre mentünk, amúgy a tatai pizzériába öltünk be, és nagyon finom pizzájuk van, meg kell, hogy állapítsam, és nagyon kis hangulatos ez a hely. Itt lakok Komáromban már 10 éve, sőt 13, és még soha nem voltam ott, úgyhogy, de biztos, hogy elviszem oda a családot is, mert nagyon kis hangulatos.
és finom a pizzájuk, úgyhogy ma estére elköszönök, holnap majd jelentkezem. Ilyen korán indul a nap, lányok, mert hogy mennyi az idő? 3:48 van, és mi már fent vagyunk, úgyhogy megittem a kávémat, meséztem, pocit is néztem. A lányom meg még készülődik, de már ő is fent van, úgyhogy most gyorsan beveszem ezeket a reggeli bogyóimat. Az a helyzet, hogy nagyon sokat voltam mostanában beteg, és az anyukám, mivel Foreverrel foglalkozik, így felajánlotta, hogy küld egy-két dolgot, hogy megerősítsük az immunrendszeremet, mert szóval a bölcsibe azért folyamatosan kering valami betegség, nyáron állandóan hasmenéshányás, aztán utána légcsőgyulladás, vagy kézlábszájfertőzés, de hogy így folyamatosan van mindig valami. Úgyhogy küldött egy-két dolgot így megerősíteni az immunrendszeremet, hogy ellenállóbb legyen egy kicsit ezekre a betegségekre, úgyhogy az egyik ez. Omega-3 zsírsavat tartalmaz. Na és kaptam ilyen berry nektárt is, és ez baromi finom amúgy. Ennek olyan jó íze van, egy felessel kellene reggel inni. Nyilván nem alkohol, de hogy ez nagyon finom. Ezt egy kicsit túl is szoktam tolni. És beleteszek egy ilyen orgyit, ez ilyen kis dobozkába van. És azt veszem észre, lányok, hogy még csak pár napja szedem, de hogy sokkal energikusabb vagyok, hogy sokkal. Úgyhogy igaz az anyunak, hogy nem rosszak ezek a termékek. Na, kibontsuk. Aztán főzéssel fog indulni a napunk. Főzni fogok, az biztos, hogy csibét. A sütőben megsütöm. Olyan furán néz ki ez a por, mint a hamu lenne, és olyan finom savanykás íze van. Tudjátok, régen én nagyon-nagyon szerettem ezeket a savanyú cukrokat, amiken ilyen, tudja, olyasmi, mint a citromsav, olyan volt rajtuk, és ez egy kicsit hasonló íze van. De ez nagyon finom. Ezt a berry nektárt csak így eliszogatnám. Nyilván nem fogom hezből egy nap alatt, de ez nagyon-nagyon jó íze van. We got time on our side, we're in a state of hope. I can find my way.
Képzeljétek el, lányok, hogy most már 11 óra van, én még mindig köntösbe, de megtanultunk mind a két gyerkőccel, aminek nagyon örülök. A férjem meg elment ma még egy ágyat összeszerelni, úgymond itt a környéken vállal ilyen bútor összeszerelős munkákat, és ez így tök jó már, hogy van egy kis plusz bevételünk. Mivel kész van mindegyik kölyüknek a lecke, ezért sikerült bekapcsolnom a fifát, úgyhogy fifáznak egy picit, aztán ebédezünk, és szerintem alszunk egyet, délután pedig elmegyünk egyet sétálni, illetve a férjem szeretne venni egy telefontokot a telefonjára. Tudjátok, azt a régit, amivel még bele kell tenni, mert hogyha dolgozik, akkor ő gépekkel dolgozik a munkahelyén, meg nagyon ilyen poros helyen, úgymond, hogy ilyen homokkal fújják le a polisztiréneket, meg ilyesmi, és az új telefonjához kicsi a régitok, úgyhogy ott mindig bele szokta tenni, hogy ne karcolódjon, nehogy esetleg valami baja legyen. Úgyhogy azt szeretne venni, hát nem tudom, hogy ezt együtt fogunk menni, vagy elmegy és keres magának. Meglátjuk, délután remélem, hogy egy kicsit tudunk sétálni, mert nagyon szép idő van, illetve még Natánnak az óviából írták, hogy jövő héten az ilyen őszi falevelek és termésekről fognak beszélgetni, úgyhogy, hogyha megyünk egyet sétálni, akkor gyűjtsünk össze őszi terméseket, úgyhogy ez még benne van a tervben, holnap pedig megyünk templomba, és nagyon szeretem ezeket az úgymond nyugis hétvégeket. Így is megy a mosogatógép, elindítottam egy mosogatást, elkészült az ebéd, itt a kis sült csirke, majd megmutatom nektek, meg a rizs is elkészült, megy a mosógép, és úgyhogy ezek az alap dolgok megvannak, de hogy nem akarom egyszerűen a mai napot itt takarítással meg ilyenekkel tölteni, mert egyszerűen nincs hozzá hangulatom, vagy hogy mondjam, hogy minden hétvége ugyanazzal menjen el, folyton takarítunk, úgyhogy most pihengetek meg tényleg egy szál kis köntösképben a gyerekekkel olyan lazán megtanultunk, és most már eljutottunk odáig, hogy így tanulás közben is a gyerekek annyira aranyosan el lehet velük kacarászni, vagy nevetgélni, és most már odafigyelnek, tudja mindegyik kölyük a dolgát, úgyhogy délután majd jelentkezem. Igen. Na, eljöttünk autót most, és elmentünk a kínaiba megnézni azt a telefontokat, amit a Zoli akart, de nem volt. Olyan régen láttak a videóban, és most elhomályosított. Most nem? Hogy megmutatlak. Tényleg itt van. Tényleg. Na, azért jöttünk, mert hogy tényleg abszolút nincs jó idő, egyre jobban esett az eső, és amúgy 5 óra van délben, a férjem is, meg én is, meg a három gyerek is aludtunk több mint 2 órát, úgyhogy kitalálunk valamit estére, mert szerintem senki nem lesz álmos, lehet, hogy nézzünk valami filmet, vagy meglátjuk. El kell itt pakolnom, mert ebéd után nem rakottam el, aztán meg kimentünk, megy egy adag újabb mosás, stb., úgyhogy kicsit csinálom a dolgomat, aztán lezárom ezt a vlogot, és videót fogok vágni. Nézzétek meg, milyen szép tiszta lett az autón belülről is, itt a Ninike. Hi! Kiporszívózta a férje. Na és arra gondoltunk még, miután összepakoltunk otthon, megkajáltunk, a két nagy gyerkőc meg letusolt, és apukájukkal moziznak egy kicsit. Kerestek olyan filmet vagy mesét, ami úgy kimondottan nekik való, úgyhogy örültek neki. Mi pedig Natánnal még csinálunk egy magyar Tesco járatot, mert hogy vannak olyan dolgok, amik Magyarországon... Sziasztok! Amik Magyarországon sokkal olcsóbbak. Szia, szia! Mint például az olaj... Én nem tudok megköszönteni.
Én tudom, de nem tudnak visszaköszönni, csak írásba. Azért nem hallott, kicsim. Hát, nem tudom. De neki a bárba, Buci. Biztosan köszönnek neked. Majd kommentben. Kommentben, légy szíves, köszönjetek neki. Na. Éppen köszönnetek nekem. Jó. Oké. Szóval van még egy-két olyan dolog, mint például a csípős ketchup, ami itt nálunk nem olyan, egyszerűen nem olyan, és nagyon szeretjük mártogatni például ilyen sósropikhoz este, látszik is rajtam főleg. Úgyhogy ezeket még megvesszük, aztán utána tényleg lezárom ezt a vlogot, meg körül szeretnék nézni így a ruhatéren és a Tesco-ban, mert hogy a munkában való legényeim azok nagyjából, kettő darab maradt, ami nem szakadt el, úgyhogy ha találnék jó anyagból legénit, akkor azt vennék, illetve csak úgy csavarognék egyet. Na hát olajat nem veszünk, mert hogy egy darab sincs, egy darab se. Csak a baromi drágák. Végeztünk 22.840. Na most már mindjárt 7:30 van, 10 perc múlva 7:30, és hát nézelődtünk egy kicsit. Semmi olyan túl extra, vagy akármi. A grafitceruzákat vettünk eléggé sokat, aminek az az oka, hogy valahogy nálunk olyan szinten fogy a két gyereknél, a grafitceruza legfőképp a nagyfiamnál, teszem hozzá, mert ő kevésbé vigyáz a Ninike, légy szíves a dolgaira, mint a lányom. Úgyhogy abból betankoltunk, mivel ugye most már hányadika van? Október 15, Teréz névnap, a nagymamámnak a névnapja van. Meg is köszöntöttük őt ma. Szóval egy októberben ugye már lecsengtek az iskolás dolgok, és ezek le voltak akciózva ilyen 200-300 forintokra, úgyhogy úgy döntöttem, a jobb minőségű grafitceruzák, hogy abból veszek egy jó párat, hogy legalább az idei évet kibírja. Nem tudom, hogy nálatok milyen szinten fogynak ezek, de hogy nálunk tényleg az ilyen ceruzák. Most már nagy értéknek tartom, mikor régen hoztak egy csomó ilyen színes ceruzát a gyerekeknek, először soha nem fogyott el, és mindig mindenki hozott. Na az első évben, mikor a fiam elsős lett, szinte az összes elfogyott, az összes ilyen színes ceruza, amit picikorától kezdve kaptunk, úgyhogy hasznosnak találtam. Ez egy jó ajándéktipp, látjátok, karácsonyra nem tudjátok, mit vegyetek azoknak a szülők, vagyis azoknak a gyerekeknek, akik suliba járnak, a szülők biztos örülni fognak a színes ceruza készleteknek, legalábbis én tuti. Na úgyhogy lezárom ezt a vlogot, megmutattam nektek a Tesco-ba, hogy mit vettünk a kasszaszalagnál is, meg mielőtt felpakoltam a szalagra, azelőtt is, semmi olyan túl extra. Találtam
akcióban ilyen 8-9 euróért mosogató szert, igaz, hogy vettem a hónapban a kettő darabot, de az nekünk egy hónapra nem tart ki, úgyhogy úgy döntöttem, hogy ezeket megveszem, meg mosogató szert is vettem, nénikkel megyünk most már csicsilünk, úgyhogy lezárom ezt a videót, legyen szép napotok, és találkozunk legközelebb.